Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Szeretettel köszöntök minden kedves érdeklődőt! Az idei évadunk első professzionális festmény kiállításán. Nagy öröm, hogy új helyszínen újra folytathatjuk az idén ezt az együttműködést a Kapos Árttal. Volt már az évad első bemutatója kapcsán itt egy kiállítás, akkor az előző évadok plakátjait tekinthették meg. Az új helyszínünk pedig ez a két félemeleti páholysor. Reményeink szerint sokkal többen fogják így látni és látogatni a kiállítók alkotásait, mint fönt a téli kertben. Úgyhogy ez egy hibris új helyszínavató is. Ma este örülök, hogy Rónai Gábor elfogadta a felkérést és elhozta képeit. A megnyitóra pedig tisztelettel felkérem Szabó Zsófi művészettörténészt, méltassa a képeket. Ismertessen meg bennünket a képekkel. Mi sok szeretettel köszöntjük mindenkit. Rónai Gábort elég régóta ismerem, és egy pár hónapban ezelőtt felkért arra, hogy igyak egy pár sort a képeihez, a képeiről, és akkor született az a szöveg, amit itt oldalt mehetnál. Én a mai alkalommal úgy gondoltam, hogy ezt a szöveget egy kicsit kibővítem. Kicsit megtoldom azzal jó pár egyéb gondolattal, amit az ő művei bennem keltettek, és ezt szeretném felolvasni. Rónai Gábor képei, mintha csak ablakokat nyitnának egy színekből, festékfutamokból, festői gesztusokból szőtt nemevilági tájra. De ezeken az ablakokon csupán átsejlik az odaát, mert ami túlnom van, az nem kitapítható, nem leírható valóság. Belső tájakon járunk, mélyen belül, és képről képre más ez a táj. Néhol vad indulatok, tehetetlen dühök között bolyongunk, ahol csontba valóan megért minden érzelem, ahol a színek dühötten acsarkodnak az elsőbségért, túl akarják harsogni egymást, és a vászon szinte csak tűri, hogy ebben az áldász harcban csatamezőként szolgál, miközben szántják, tépik és kaparják, és a festék végig sír a vásznon. Másút, egy lecsendesültebb, visszafogottabb szerkezetességből csendülnek elő a színkontrasztok. Ezeken a csendesebb képeken, ahogy az odaállt és az innenső, belső és külső világ között rétegről rétegre építkezik, szorosabban vonja egybe színfutamait, ecsetvonásait, firkáit. Koncentráltabban, gondolkodóban, talán lassabban is. Konstruál, de képei sohasem videg konstrukciók, hanem eleve gesztusok struktúrákba fogott kitörései. Gesztusai robbanékonynak tűnnek, de nem kaotikusak. Mélyből előtörők, de megzavolázottak. Színei lüktetők, energikusak, mégis ritmusokba szerveződők. A színdinamikát anyanyelvi szinten beszéli. A szín és a színtan nyelvén szól. Némely képén csupán az alapszínekre utalja magát, azokból építkezik, hagyja érvényesülni erejüket, miközben egymásba járatja, egymásba oldja őket. József Attila sorait idézhetjük. Kék, piros, sárga, összekent képeket láttam álmaimban, és úgy éreztem, ez a rend. Kompozícióin gyakran a komplementer kontrasztok mentén harsan fel a kolorit, mert tudja, ahogy Fauk le is írja, a szín, minőség, súly és mérték. Vannak mérhető elemei. A színek dialektikájára alapoz, ahogy sok évvel ezelőtt, amikor egy színtani elemző feladat kapcsán megszülettek az első kísérletek. Aztán évekig vártak egy nagyobb felületre, miközben temperavázlatokon, elektrográfia sorozatokon érlelődtek. Ezek az előzmények ma is kiinduló pontot jelentenek. Tradicionális festőiség és digitális kísérletek együttese adja az alapot, hogy végül mégis egy több évszázados múltra visszatekintő anyag használatával, tojástemperával véglegesítse és vászonra vigye kompozíciói. Bár a tárlaton egy olajfestmény is van, a Szőny István receptje nyomán elegített tojástempera a fő matériája,
mivel ez az anyag sajátosságaiból adódóan a fénytelen, tiszta, könnyed színhatásokat erősíti fel. Mert Gábor úgy beszél magáról, hogy mindeközben a festészetről, annak múltjáról, a festőiségről és a mesterségről is beszél. Mert pontosan tudja, hogy a színnek vannak mérhető elemei, ismeri az optikai, pszichológiai és szellemi tulajdonságait, a szín komplex természetét. És összefogja az ember természetét meghatározó ellentétes irányokat is, ahogy az alkotói folyamatnak is csaknem minden fázisában ott vannak a legemberi attitűdök. Az építkezés, a rombolás, az eltávolodás, a közelítés, a tudatosság, az ösztönösség, a ráció és az emóció. És főként a küzdelem. Ahogy minden ember élete meghatározó szakaszaiban keresi a rendet, a biztonságot adó kereteket, a nyugvópont békés állapotát, a ráció kínált a fegyelmezett utat. Ezt jelzi festményén a tudatos rétegeket egymásra soroló képépítés és komponálás. De mégsem áll meg a konstrukció alapjainál, mert a ráció nem lehet egyedüli uralkodó, szervező erő. Mert a nyugvópont megtalálása révén sem válhat az ember passzívvá, a rendből, nyugalmi állapotból folyton kitörni készül. Mert a tevékeny élet, még a szemlélődő is belső dinamikát kíván. Így törnek elő a vásznakon a sűrű, lendületes firkák, így locsannak a felületekre a festői gesztusok, hol erővel, hol finom harcolatokban, ahogy az érzelmi alapállapot előírja őket. Kék-piros-sárga összekent képeket láttam álmaimban, és úgy éreztem ez a rend. Mert végül létrejön valami pillanatnyi rend, amiben összeállnak az egymásnak feszülő erők, és megteremt valamiféle egyensúlyt. Mindig másfélét, aktuálisat, ott és akkor érvényeset, személyeset. A tudatosság és az ösztön, a kontrollált, a szenzitív energiákkal átdinamizált festőiség kettős, ambivalens jellegét megőrizve sűrűsödik képpé a keze alatt. És mivel nem csak az odát és nem csak a végeredménye fontos, hanem az odáig vezető út is, nézőinek a keretekbe fogott világ lassú, elmélyült, szemlélődő feltárását nyújtja. Mert Gábor úgy láttat, hogy elrejt, úgy tárja fel mélységeit, hogy kitakarja, és bepillantást enged, hogy mi munkál a tájakon, rétegről rétegre, mélyen belül. Köszönöm, hogy meghallgattak, és kívánom, hogy élvezzék ezt a szemlélődést, amit ezek a képek nyújtanak. Köszönöm. Kérem, tekintsék meg a kiállítást. Választál a vezetést is? Egy élit. Egy élit. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.